A mostani videó megértését nagymértékben megkönnyítené, ha megnéznétek a két-három nappal ezelőtt feltett videómat USA és Kína között eszközé válunk címmel. Abban kifejtettem, hogy két nagyhatalom USA és Kína harcát nem reguláris seregek fogják megvívni hanem gazdasági eszközök, kommunikáció, illetve a radikalizálódás. Ugyanis radikális mozgalmak támogatásával bizony meg lehet állítani Kína logisztikájának a terjeszkedését, illetve Európát is egy billegő pozícióba lehet juttatni, azaz erjeszteni, bomlasztani, nevezd, ahogy akarod. És abban arra is utaltam, hogy a közelgő török elnökválasztáson Erdogán indul, és az ő pozíciója úgy tud megerősödni, hogyha valamilyen módon megerősíti a muszlimok feletti befolyását. És hogyha ez neki sikerül, akkor amerikai érdekeket tud szolgálni, hiszen egy radikalizációs folyamat élén egy török elnök tud állni. Én ezzel nem azt állítom, hogy Erdogan radikális, csak ő tudja kézben tartani és úgy manipulálni, ahogy azt tőle megkívánják. És nézzük, mi történt a napokban, korán égetés Svédországban. A nyugat tudja, hogy ezzel fel lehet gerjeszteni az indulatokat, különösen a radikálisok körében. Pedig ez célzatos. Meggyőződésem, hogy célzatos. Az a cél ugyanis, hogy ők ténylegesen megmozduljanak, ténylegesen elkezdjenek mozgolódni, majd pedig Erdogán kézbe tudja venni őket, és a szerint fognak működni, ahogy ő majd fütyül. És nézzük csak! Erdogán már is kézbe vette a folyamatokat, már is szónoklatokat intéz, már is elmondja, hogy nem támogatja Svédország NATO csatlakozását. Nyilván ez is nagyon fog tetszeni minden muszlimnak a világon és Európában. És íme, megindult a radikalizálódás. A helyzet forrong, már csak irányítóra vár. És bizony egy ilyen helyzetben Kína gazdasági elő, előretörése bizonytalan. Meg lehet állítani, és ki tudja még mi más célt is szolgál, amit most még nem látunk, de majd látni fogunk. De van egy olyan cél is, ami bizonyos. Ezzel, hogy égetik a koránt, és beindul egy. Szélsőséges folyamat azt is tudja bizonyítani a nyugat, hogy az iszlám brutalitásra képes. Pont ellenkezőleg, ahogy az írásban van. Tehát egy iszlámmal ellentétes képet tudnak felmutatni a klasszikus tanításokkal szemben. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.